Köszöntöm nézőinket! Önök Kapos Menti magazinunkat látják. Muzánszky Jenő koszorúzás. Halálának évfordulóján emlékeztek meg az aranycsapat tagjáról Dombóváron. Civilek 2024. Gálaműsort tartottak a civil szervezetek. Nagy Sándor. Életéről és munkásságáról mesél a madarász. Megkoszorúzták Buzánszky Jenő szobrát Dombóváron halálának évfordulója tiszteletére. A koszorú Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd, a civil szervezet elnöke Hosszú Sándor Gergely és a sportszövetség elnöke Szabó Csaba helyezte el. Buzánszky Jenő 1925. május 4-én Új-Dombováron született. A dombovári vasutas csapat 1938-46, a pécsi VSK 1946-47, majd a dorogi AC, dorogi tárna, dorogi bányász 1947-59 játékosa volt. Részese volt az aranycsapat időszakában minden nagy sikernek, olimpiai bajnok 1952, Európa kupa győztes 1953, világbajnoki ezüstérmes 1954. 1950. november 12 és 1956. július 15 között 49-szer játszott a magyar válogatottban. Ő volt az aranycsapat alap 11-ének egyetlen vidéki klubból beválogatott tagja, sőt, világszerte az egyik leghíresebb magyar futballista. Tiszteletére a városban sportkomplexumot és utcát neveztek el. Új-Dombováron pedig szülői háza áll, amit emlékházzá avattak. Megemlékezéséről Szabó Csaba beszélt. Dombóvár sportjának a leghíresebb személynek a mellszobránál helyeztünk el egy emlékkoszorút. Az az illető nem csak Dombóvárnak volt a leghíresebbje, hanem Magyarországnak is az egyik leghíresebb sportolója volt, illetőleg tagja volt annak a csapatnak, amit aranycsapatként ismerünk. De visszatérve Buzánszky Jenő bácsira, aki 1925-ben született Dombováron, illetőleg akkor még a városnak azt a területét Új-Dombovárnak hívtak. Jenő bácsi itt élt a családjával, itt nevelkedett, itt járt iskolába, itt érettségizett a helyi gimnáziumba, és az első munkája is Dombováron a vasútállomáson volt. Mellette futballozott, 3 évet dolgozott Dombováron, később átigazolt Pécsre a másik vasutasport egyesülethez, a PVSK-hoz, és onnét került el Dorogra, ahonnét indult a világhírnév felé. Jenő bácsi később ugye tagja lett az aranycsapatnak, magyar válogatottként 49-szer húzhatta magára a címeres mezt. 1952-ben Finnországban, Helsinkiben tagja volt az olimpiai aranyérmet nyert csapatnak. Egy évvel később, 1953-ban szintén tagja volt az évszázad mérkőzésen Angliában, Wembley stadionban 90 ezer néző előtt annak a magyar csapatnak, amely a helyieknek a hazai veretlenségét, a 90 éves hazai veretlenségét fosztotta meg, és 6-3-ra tudtak nyerni, majd egy évvel később szintén tagja volt annak a magyar csapatnak, amelyik az 1954-es svájci labdarúgó világbajnokságon ezüstérmet tudott szerezni. Jenő bácsi volt egyébként az aranycsapatból az utolsó személy, aki távozott az égbe futballozó társaihoz. 2015. január 11-én, tehát napra pontosan 9 évvel ezelőtt, és hát még egy érdekességre már most felhívjuk a figyelmet, hogy 1925. május 4-én született Jenő bácsi, azaz jövőre lesz a születésének a 100. évfordulója, amire különösebben fogunk készülni itt a város részéről, illetőleg a sportbarátok részéről. Az aranycsapat hátvédje szinte mindent elért, amit sportoló elérhet. Olimpiát, európai kupát nyert, sikeres edző lett, számos társadalmi és sportvezetői megbízatást látott el. Buzánszky Jenő, aki 1947-ig él Dombováron, pályáját felidézve azt mondta, érettségi után mehetett volna Debrecenbe, Kaposvárra, de megmaradt dombovárinak. A legendás labdarúgó halálával pótolhatatlan veszteség érte nem csak a magyar, hanem az egyetemes labdarúgást is. Buzánszky Jenőt a származása miatt Dombovár város saját halottjaként tekinti. Az idei évben születésének évfordulójára is kiemelten készül a városvezetés. Új évi gálaműsort tartottak a civil szervezetek Dombováron, az Ózon Aszma Egyesület rendezésében került sor az eseményre. A rendezvényen köszöntőt mondott Hosszú Sándor Gergely, a civil egyesület elnöke
és Bódogné Petes Janka, Ózon Aszma Egyesület elnöke. Értékelték a közösen eltöltött 2023 év eseményeit, és nagy tervekkel állnak a 2024-es év elé. Dombováron nagyon sok civil szervezet működik, és nagy az összefogás, de nem csak tevékenykednek, hanem ünnepelnek is együtt. Ezek az ünnepek már hagyománnyá váltak, erről beszélt Hosszú Sándor Gergely. 2024-es esztendőben harmadik éve szervezi meg az Ózon Aszma civil szervezet Dombováron az új év köszöntő rendezvényét. Kvázi ezzel nyitja meg a dombovári civil társadalom minden évben az új évet, és próbálja ösztönözni ugye a többi civil szervezetet kezdeményezésekre, valamint minél szélesebb programok lebonyolítására. Ez ismételten egy nagyon jó alkalom városunkban, hogy a civil szervezetek vezetői, egyesületi tagjai találkozzanak, hiszen itt nem csak az Ózon Aszma Egyesület vesz jelen, hanem a városunk összes civil szervezet vezetője, illetve tagjai. Az idei gálát az Ózon Aszma Egyesület szervezte meg, és vendégül látták a többi szervezet tagjait. Az előkészületekről nyilatkozott Bódogné Petes Janka. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Az Ózon Aszma Egyesületnek az elnöke vagyok, és az Egyesület elnöke nevében, és az Egyesület tagjai nevében köszöntöm a nézőinket. Ez a harmadik év, hogy az Egyesületünk ezt a programot meghirdette. Elég nagy létszámmal szeretnénk, hogyha részt vennének ezen a programon. Mi nagyon-nagyon lelkesen készültünk, és állítottuk össze ezt a közel egy órás műsort. A köszöntők után az Apácai Csere János Technikum diákjai adnak elő egy újévi vidám kis programot, műsort. Szerepelni fog és részt vesz ezen a rendezvényen Farkas Béla, a tárogatón, aki már többször vendégünk volt az Egyesületünkben is, és Dombováron is. Őt várjuk nagy szeretettel, és természetesen a Zenész Egyesületünk elnökét szintén nagy szeretettel várjuk, Balaskó Jánost. Különböző civil egyesületekből megkérdeztük a vendégeket, honnan jöttek és miért szeretnek abba a közösségbe járni. Hát én több egyesületnek is tagja vagyok. Az Érdekvédelmi Egyesületnek 22 éve vagyok tagja, sőt vezetőségi tagja is. Hát a Zirkó Egyesületnek is tagja vagyok, a Szirkóra is és az Aszmásoknál is. És jónak tartom ezt a több vonalon hát helytálló kis csoportokat, mert értékes tanulmányokat, mindent, úgy orvosi előadásokat, mindent hallok, és nagyon hasznosnak tartom, mivel hogy a családomban is a fiam aszmás beteg, és nagyon szeretem hallani ezeket az orvosi tanácsokat, amit mondanak. A Dombovári Ózon Aszma Egyesületnél 2017 óta vagyok tag, a férjemmel együtt léptünk be, más egyesületnek nem vagyok tagja, illetve a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Szövetségének az állapotomból adódóan tagja vagyok. Minden egyes programon részt veszünk, szeretünk idejönni, a betegségünket leszámítva aktívan dolgozik az egyesület, nagyon sok olyan kirándulást és egyéb programot szervezünk, ami tényleg mindenkinek érdeklődésre adhat számot. Egynapos kirándulások, többnapos kirándulások, külföldi túrák, ezek mind szerepeltek az elmúlt 7 év alatt a programunkban. Hogy miért szeretünk ide járni? Mert itt jókedvű emberek vannak. Igaz, hogy kevésbé fiatalok, de még mindenki próbálja magából a legtöbbet kihozni. És nagyon jó a légkör, ami nagyon sokat jelent, főleg idős emberek körében, hogy nem mindenki panaszkodik, hanem megpróbálunk aktívan, a lehetőségekhez képest aktívan élni. A műsoron fellépett Farkas Béla tárogatón, a himnuszt adta elő,
Balaskó János részfúvós hangszerrel játszott, majd a Tolna vármegyei Eszti Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai adtak elő egy könnyed, szórakoztató előadást, ahol felkészítő tanáruk Magyar Falviné Haszonics Krisztina volt. Az esemény pezsgős kocintással zárult. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület titkáránál Nagy Sándornál jártunk stábunkkal. Pályafutásáról mesélt és a természetvédelem fontosságáról. Nagy Sándor több elismerésben is részesült. 50 év kiemelkedő teljesítményéért Keve András díjat kapott 2024-ben. 1980-ban alapította a helyi csoportot Dombováron, akkor csatlakozott a Búvár Klub mozgalomhoz, amiből a helyi madártani csoport, majd az országos ismerettségnek örvendő TK Oktató Központ is kialakult. 4 évtizede végez ornitológiai ismeretekre épülő ismeretterjesztést, ökoszemléletű környezeti nevelést. 1982 és 2020 között madarásulit vezetett a Város Oktatási Intézményében, a Belvárosi Általános Iskolában. 1984-ben Dél-Dunántúl első madárvártáját avatták Dombováron, ahol 44 éve szervezi a nyári ornitológiai táborokat. Igazából az első évemet azt Mihályfán egy Veszprém megyei kis faluban éltem, és igazán meghatározó volt, hogy a Marcal folyó mellett volt, és a szülemnek egyik barátja horgászott. Itt kezdődött a dolog, hogy szerettem kínálni a természetbe, szerettem horgászni, és ez végig kísért egészen sokáig, felsőbb pedig rengeteget kirándultok a tanáraink, tanítóink lévén, akinek a nagy többség akkor még néptanító volt, akik hát azért néhány sávban többet értek, mint a mostani oktatás. És a gimnáziumban igazából nem mondhatom azt, hogy bárhova is elkötelődtem, mert történelem óta lekerülten szemtantárgyaik egyike és a matematika. Ott inkább ezek értettek, illetve maga a sport, és amikor leérettségeztem, utána hozott változás életemben sok minden. Egyrészt egy teljesen új helyre kerültem, ahol hát akkor ez lehetséges volt, hogy képesítés nélkül tanítottam, felsőben és alsóban, és akkor a végében eldönt, hogy nem tanító leszek, hanem inkább felsőbe tanárként. És egy éves tanítás után jelentkeztem a tanárkedő főiskolára Pécsre. Ott felvettek biológia földrajz szakon, akkor még nem volt olyan lehetőség, hogy a történelem mellé valamit választani, és azt kellett választanom, minél esélyem volt. Ráadásul abban az egy évben mind a két tantárgyat 5-8-ig végig én tanítottam. Ebből azt kellett, hogy alaposan megtanultam a törzsanyagot, amiből a felvételi volt, úgyhogy az sikerült. És attól kezdve gyakorlatilag minden eldőlt. Olyan tanáraim voltak a tanárkedő főiskolán, akik nekem mai napig példák. Tehát a kortól független lelkesedés, kitartás, szorgalom, ez jellemezte őket, és a tudás értelemszerűen. És mi még akkor szerencsések voltunk, az utolsó évek egyike voltunk, ahol még módszertan is volt. Tehát a tantárgy mellett mind a két tantárgyból módszertant is kaptunk, méghozzá jó módszertant. Ennek köszönhetően, amikor kijöttünk, nekünk nem voltak gondjaim, mint a most, akik 5 évig járnak az egyetemre, és módszertan nélkül jönnek ki. Lehet, hogy magasabb és jobb tudással, de gyakorlatilag hozzáértés nélkül, minden sértés nélkül mondom ezt. És ettől kezdve gyakorlatilag már csak az volt a kérdés, hogy hova kerülök. Hát az élet úgy hozta, mint utána később kiderült sokszor a véletlen, a szerencse, hogy visszakerültem abba a faluba, ahol éltem a gyerekkoromat, és ott tudtunk elhelyezkedni a feleségemmel, és a biológia földrajz szakot gyakorlatilag minden osztályban taníthattam. Az iskola nagyon jó felszerel volt, csak mondok egy példát, a mostani belvárosi iskolában, itt van a szomszédunkban, talán egy vagy két mikroszkópban, nekem akkor 74-ben, 73-ban 24 mikroszkópom volt. Tehát minden gyerek előtt mikroszkóp volt, a körülmények is olyanok voltak, hogy mindent kipróbálattam. Tehát az ásványgyűjtés szakkörtől kezdve, akkor még nem madaráztam, természetjárás, minden volt. Gyakorlatilag abban a 6 évben bejártam a Dunántúl nagy részét. Dunafolyón túl nem mentünk, mert egy kis faluról volt szó, és a közlekedés nem volt olyan, mint napjainkban. És akkor 79 tavaszán, ez megint a véletlen, ugye, valószínű, én a Dombovára megkeresett az akkor igazgató Farkas Attila, hogy ha lenne kedvünk, akkor Dombovára jöhetnénk tanítani magyar-orosz, illetve biológia-földrajz szakad, majd csak később lesz, de akkor már engem is átvennének.
és így kerültünk 79. szeptemberébe Dombóvárra. 1999-2004 között akkreditált pedagógus képzést vezetett a dunántúli térség pedagógusainak erdei iskolai program szervezése címen. Mozgalmas életéből sosem maradhattak ki a gyerekek és a tanítás. Szerencsés vagyok. Mert most, amikor katedrán ott fönnálltam, a 400 ember pedig ott lent volt, akkor én láttam azt, hogy hárman kaptuk meg ezt az elismerést, és általában ezt 5 évenként egy ember kapja. Tehát nem egy gyakori, eddig megkapta 8 ember, megkapta Rev Andrásnak a felesége, ő a 9., és most kaptuk 3-an. Tehát az utóbbi 30 évben 11 ember kapta meg ezt a kitüntetést. Több fajvédelmi és madárvédelmi program vezetője. 1980-tól az odó, 1990-től a fehér gólya, 1995-től a gyöngybagoly, 2000-től a fecske programnak. Közel 300 pályázatot írt, megteremtve az általa vezetett civil szervezetek környezeti nevelésének feltételeit. Országos szinten több elismerésben részesült. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!